Hölgyeim és uraim! Mindannyiuknak kívánom, hogy legyen bőségesen részük a kitűnő tokai borból, ezen a szép hétvégén, itt Tokajban, a bornapokon. Hagyomány már Tokajhegy alján, hogy a leszületelt szőlőt összeadják a települések vezetői, amelyből elkészítik a világon egyedülálló tokai polgármesterek borát. Ezzel indul a szezon Tokajban a bornapokkal. Ez egy olyan hagyományos időpontban megrendezett rendezvény, amire előre lefoglalják a helyeket. Elsősorban Lengyelországból érkeznek rengetegen, és már akik eljött az elmúlt évben, az lefoglalta erre az évre is. Úgyhogy mindenképpen már kihívás nekünk és kötelességünk, hogy ezt a bornapokat megcsináljuk. Ugye ez egy 23. alkalommal megrendezett rendezvény, azt hiszem, hogy ennek már kialakult a hagyománya, és mindenképpen üzenete van ezzel az egész ceremóniával. 27 polgármester összefogásaként a világon egyedülálló termék jön létre, ez a polgármesterek bor, ami nincs a világon sehol. Én szerintem erre méltóan lehetünk büszkék, és ezt többen ki is hangsúlyozták itt ma, hogy ez egy olyan termék, ami egyedülálló a világon, és egész hegy aljának az összefogását és összetartozását szimbolizálja. Én elég sok helyen megfordulok különböző borvidékeken a világon, és alkalmam van képviselni ezt a fantasztikus borvidéket a Wine Legends Alliance-ben, a világ eredeti édett borainak a szövetségében, és elmondhatom önöknek, hogy nem tudok erre más példát hozni, kizárólag Tokaj alján vagy ilyen, hogy egy civil összefogás tulajdonképpen a településeinket reprezentáló polgármesterek egy olyan stabil hátteret adva nekünk a szakmának összefognak, immár 23. alkalommal, első gratulálni lehet, és szeretném nekik a borászok nevében ezt megköszönni. Az összefogást jelképező küvét ebben az évben is a Grand Tokaj főborásza Ács Károly készítette el. Ebbe a palacba bele van zárva az egész borvidéknek az összes területéről származó szőlők. Ilyen bor nem készül még egy Tokajhegy alján. Az egyik legfontosabb dolog az életemben, hogy amikor egy ilyen borvidéken, ahol dolgozom, ahol saját vállalkozásom van, amit szeretek, és azt, hogy amikor jövök hazafele, mindig szerencsén az angyalszányokon átjöve, rájövök, hogy a világ legszebb helyre jövök haza. Idén a 27 település palackozott nedűjét már 23. alkalommal adták át, ahol a tokai polgármesterek egyesével vették át jelképesen a polgármesterek borának produktumát. Azt kívánom, hogy minden település tudjon fejlődni, fejlesztéseket végrehajtani, és közben pedig összefogni, mert a legfontosabbak az itt élő emberek és az ő szorgos munkájuk, hiszen annak köszönhető ez a világhírű termék, amit gyakorlatilag évszázadok óta itt elkészítünk.